Kezdődik a frontember, köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás, és itt van már velünk Georg Pöpe biztonságpolitikai szakértő, aki hazatér Tomámból, és már a könyvespolc elő elemez. Szia, köszönjük, hogy ma is fogadod a hívásunkat. Hello, szia, szia, jó, hogy elmondtad, mert sokan kérdezték már most, hogy elvittem a könyveimet is magam a lomámba. Na jó, ez volt a vicceje. Persze, hogy nem, de nem, tegnap előtt este szerencsésen azért érkeztem. Úgyhogy jó meg is fáztam, mert azért ott a plusz 30 fok nagyon-nagyon kellemes volt, hamar hozzászoksz a rövidgatyához és a pólóhoz, itt meg sásabb kesztyű, úgyhogy ja, már érzés a torkom, úgyhogy nem tett jót a klímaváltozás, meg a három óra időeltolódás, úgyhogy este hatkor már akkora ábetüket mondtam, hogy hihetetlen. Na ja, de örülök, hogy itt vagyunk újra. Ilyen de itt vagyunk, nem fegyült, így ez van. a megfázás, ez minden egyes ilyen hazaérkezésednél megfigyelhető, nem? Tehát, hogy tényleg... ez, ez tendencia, igen, általában télen szoktam nyaralni menni, bármilyen furcsa is, mert járva szerintem tök jó, hogy Budapesten is strandok, Balaton, minden, de ilyenkor, amikor nagyon hideg van, jó elmenni egy kicsit a trópusokra, vagy ilyen a szubtrópusi régiókba, de visszajövök, akkor fú, vagy a török mondaná, végem, végem, úgyhogy elkap a tarog, No, mindenkit arra kérünk, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra, illetve újra rendelhetők az Ultrahang könyvek a www.ultrahangkönyvek.com oldalon. Többek között Robertci Kestele közös könyvüknek a második kiadása is rendelhető. Ez volt a szolgálati közlemény, és akkor mégis mégiscsak Ománban volt el ugye az elmúlt napokban, és Omán nagyon közel van Jemenhez, talán egy 90 km már ott van a jemeni határ. És Igen. ugye azt látjuk, hogy Igen. folyamatosan zajlanak a konfliktusok, Jemen, a jemeni huszilázadók, illetve a nyugat között, ha csak a cím, címlapoknak a kiírásait, hogy mondják ezt, címeket megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ismét lecsapott az Egyesült Államok és Nagy-Britannia, kigyulladt egy olajszállítóhajó, miután a jemeni huszik rakétákat lőttek ki, stb. stb. Te ebből mit tapasztaltál? Érdekes volt, mert ott voltam nem messze Szalaláktól, tehát ez egy nagyváros lent, a legközelebbi város igazából a jemeni határhoz, és azt lehetett tapasztalni, hogy értelemszerűen azért lényegesen több katonai helikoptert látsz, amelyek ott a régióban, ugye ez az Ádenjöből bejárata, ott járőröznek, de amúgy, amikor mentem autóval, és volt egy katonai checkpoint, Durván, a 35 km a jemeli határtól semmit nem lehetett tapasztalni. Simán látták, hogy európai ő benne, tehát átengedtek, csomagtartót, sem néztek meg semmit. Viszont ami a legérdekesebb, a leglátványosabb, az, hogy nem lát semmit igazából, mert üres a horizont. Tehát régebben rengeteg hajó ment ott, ugye hát szóval egyszerűen sorba álltak a hajók, hogy át tudjanak haladni az Ádenőből, Torkolatán, aztán a Bábel szoroson és utána menjenek a szuezi csatorna fele, ugye Egyiptomba is irány a földközi tenger, hát ez most nincs, tehát elvétve lehetett hajókat látni, tehát régen mondom tényleg tömött hajósorok voltak, és most ilyen napi egy-két konténert vagy tankerhajót lehetett csak látni, amelyek nyilvánvalóan, hogy egyszer-kétszer megnéztem, van ez a ingyenes szolgáltatás, egy ilyen vessel finder, vagy vessel tracker, tehát hajókat tudsz követni így a világtengereken, és hogy megnézed a hajók nevét, hát a legtöbbnek arab neve volt, tehát arab országokból, vagy Iránból jöttek tankerek, tehát mind olyan hajók voltak, amelyek nem köthetők mondjuk nyugati országokhoz, és az ember egy kicsit utána megnézi, hogy mi a helyzet Afrika partjainál, akkor rájött, hogy miért üres a horizont, azért, mert a legtöbb hajó most megkerüli Afrikát. Ugye nyilvánvalóan át lehet menni a Bábelmendeban, csak nagyon veszélyes, és ezért a biztosítótársaságok társaságok tízszeresére növelték a hajóknak a polisziát, amelyek úgy döntöttek, hogy elhaladnak a jemeni partok mellett. Hát csak ez ugye több millió dollár. Tehát úgy döntöttek a nagy hajótársaságok, hogy sokkal olcsóbb nekik, ha megkerülik Afrikát, mert akkor csak ugye a dízelköltség nagyobb, plusz a matrózoknak túlórája van, de amúgy veszélytelenül, hát na jó, veszélytelenül lemondanám, mert újra megjelentek ugye a szomáliai kalózok is. Mondták, hogy milyen sok szép nagy hajó van megint itt a szomáli partoknál, érdemes lenne lecsapni. Na, el is kaptak egy konténerhajót, és ugye megy a válságdíjért való alkudozás. Váltság általában több millió dollár, és ezt úgy szokták megkapni a kalózók, hogy egy biztosító társasághoz tartozó helikoptert beengednek a légtérbe, ez elrepül a hajó fölött, és kis magasságból kidobja egy zsákban a pénzt. Ezt a kalózók megszámolják, és miután minden rendben, mind a hajó, mind a legénység mehet az útjára. Tehát ez a bevett szokás, és úgy látszik, most megint elkezdték ott az akcióikat, de az amerikai haditengerész sem volt rest, rögtön oda küldötte egy hadihajót, hogy rendet tegyenek a szomáliai partoknál, csak sajnos két amerikai haditengerésznek az került. Nagyon rosszak voltak a, a időjárási viszonyok hatalmas vihar volt óriási hullámokkal, és egy e, ilyen kis e, katonai motorcsónakból két US Navy SEAL sajnos beleveszett az óceánba. Napok kikeresték őket nagyon nagy erőkkel a bajtársaik nem találták meg. Úgyhogy most a két katonát halottnak nyilvánították hivatalosan, tehát ez egy elég csúnya szomorú esete ezeknek az elmúlt napoknak. De mondom, tehát azt tapasztaljuk, hogy tényleg csak arab iráni érdekeltségű hajók közelkednek, mert nagyon érdekes, azért a húszik nyilvánvalóan rendelkeznek titkos szolgálati adatokkal is, hogy mely hajók, hova tartoznak, honnan, hova visznek, árut. Kik a tulajdonosok, résztulajdonosok, és abban az esetben, ahogy izraeli már lecsapnak, de ugye az Egyesült Államok és Nagy-Britannia most már több hullámban bombázta Szánát is a fővárost, ott parancsnok és döntéshozó központokat, valamint a húzi hadseregnek az állásait, így azt mondták, hogy most már Amerika és a brit hajók is hivatalosan ellenségnek számítanak. <tosz> Huszikról még annyit, ugye, hogy akik még nem hallottak nagyon róluk, é, igazából Hussein Al Huthi nevű síta vezetőről kapták a nevüket, aki hát egy olyan Mennyi ideje lehetett egy olyan húsz évvel ezelőtt körülbelül egyesítette a hegyekben élő Sita törzseket, és föllázadtak a, a szunita és őket elnyomó kormány ellen, úgyhogy magukat nem is így hívják, hogy húszi vagy elhúszi, hanem Anzar Allah, Allah segítői, ez a hivatalos nevek, tehát így apostrofálják magukat. Nem lehet tudni pontosan hányan vannak szakértők a térségben, ilyen 120 és 200 ezerre teszik a számokat, úgyhogy nem egy elhanyagolható hadsereg, és azért nagyon jó fegyverzettel rendelkeznek. Ugye láttuk, hogy amikor a polgárháborúban, amikor a, Anzár Anzar Allah a ment a szunita kormánynak, akkor ugye Szaudi királyság bekapcsolódott a háborúba, és hát azért a legmodernebb fegyverekkel a régióban a rendelkeznek. Ugye rengeteg fegyvert vásároltak már Németországtól, az Egyesült Államoktól, és évek alatt nem tudták legyőzni a húszikat, az Anzár Allahot. Úgyhogy Érdekes, mondom, elég jól fel vannak szerelve, fel vannak készülve, ugye mindenki tudja, hogy igazából Irán meg karja a térségben, tehát nyilvánvalóan a forradalmi gárdától kapják a fegyvereket, kapják a kiképzést. Lehetett látni, hogy fönt vannak például YouTube-on azok a felvételek, amikor a húszi hadseregnek az egyik helikoptere elfoglal egy nyugati hajót, és tényleg egy kommandó akcióban, ugye testkamera van a kommandósaikon, és tényleg nagyon azt mondom, hogy nyugati kommandósokat meghazudtoló gyorsasággal és profizmussal foglalják el a hajót. Úgyhogy nem szabad őket semmiképpen lebecsülni. Nyilvánvalóan ez is az oka, hogy akar most a nyugat egy ilyen koalíciót, hogy különböző országoknak, nyolc ország már jelentkezett hadihajói felügyeljék a Babelmandap környékét, és igazából védelmi feladatokat látnának el, rendelkeznének légvédelmi gépágyukkal, rakétákkal, hogy a huszik által kilőtt balisztikus rakétákat is drónokat leszedjék, mielőtt azok a hajókban is a legénységben kárt tudnának tenni. És a é, telyik, és rakétáik, és ilyen eszközeik honnan vannak a husziknak? Iránt? is, és Észak-Koreától. Ugye nem az első eset, hogy most nemrég megint, pont amikor kint voltam, akkor az Egyesült Államok megint lefoglalt fegyvereket, ezek most Iránból jöttek, de volt olyan például, hogy elrejtve egy hajó rokománya alá, észak-koreai rakéták, balisztikus rakéták voltak, amik a husziknak mentek. Tehát megy ott titokban a fegyverkereskedelem, és igyekeznek ugye az ilyen nagyobb kapacitású eszközöket hajórakományba, búza, kukorica, egyebek alatt elrejtve szállítani. De ugye nagyon sokszor az Egyesült Államok haditengerészete megállítja a gyanús hajókat, amik mondjuk Észak-Koreából indultak ki, mondjuk a Nampoi kikötőből, és Áden fele tartanak, hát értelemszerűen átvizsgálják, és akkor ugye vannak már olyan modern eszközök, kézi radarok, egyéb, hogy elrejtett tárgyakat is meg tudnak találni, tehát így bukkantak rá a fegyverekre, de mondom, azért átjutnak, tehát nyilvánvalóan minden egyes hajót nem képes még az amerikai hadsereg sem átkutatni, úgyhogy hozzájutnak modern fegyverekhez, és tudják is ezeket a fegyvereket használni, ahogy láttuk, Úgyhogy ez a helyzet per pillanat veszélyes a térség, ugye mind a támadások, mind a kalózok miatt, és ezért tényleg azt látni, hogy a nyugati hajók a MERSZ e, hajótársaság kivételével nagyon érdekes, ők átmennek továbbra is a Babel Mandavon, úgy döntöttek. Nem tartom kizártnak, hogy egy nagyobb összeget letettek valahol Jemenbe, hogy őket átengedjék, tehát az ő konténerhajóikat ne támadják. Ez mondjuk bevett szokás így háborús övezetekben, hogy a ott igazából a, a, főnököknek adnak egy nagyobb összeget, hogy, hogy ne történjen nagyobb baj. Tehát el tudom képzelni, hogy sokkal olcsóbb volt így ez a Merck-nek egyszerre mondjuk egy nagyobb összeget kifizetni a husziknak, mint az, hogy hónapokon vagy akár éveken keresztül megkerülni az afrikai kontinens a jó reménység foka felé, amelyik ugye szintén az ottani téli hónapokban egy elég nehezen hajózható, nagyon viharos terület, úgyhogy sose szerették a tengerészek, én magam is jártam ott, én szerencsére a nyári időszakban, tehát akkor ott nyugodt a, a tenger. Nagyon érdekes, hogy az Atlant és a Csendes óceán találkozik. Látható egy vonal, mert mind a kettőnek más a hőmérséklete, meg a sótartalma, és nagyon érdekes egy ilyen cikcakos, ilyen érdekes kis elválasztó vonal, tehát nagyon látványos az ember a hegyekből lenéz oda de hajózás szempontjából nem nagyon kedvelik, és hát értelemszerűen ugye meghosszabbítja lényegesen a kereskedelmi utat is. Ott Ománban milyen a hozzáállás a jemeni huszikhoz? Félnek tőlük, mérgesek rájuk, vagy vagy mit lehet tapasztalni? Igazából nem. Ugye hivatalosan uh, elítélik az arab országok a Hamasnak a terrortámadását, de ugyanúgy most már egyre többen mondják, hogy amit Izrael művel a gázai övezetben, az igazából egy kollektív büntetés és most egy kicsit úgy csutyiban örülnek is, hogy, hogy van, aki ennek ellenáll, van, aki ugye nem csak szavakban csatlakozott a palesztin néphez, hogy jaj, veletek vagyunk, hanem igazából fegyverekkel is, tehát, hogy egy kicsit itt csakban tartja a nyugatot. Amúgy félelem nincs nagyon, hogy egy háború kiszéleshetett, hát mondom, tehát azon kívül, hogy helikopteres járőrözés van, igazából nagyon furán de laza a hangulata annak ellenére, hogy ott van közel egy háborús övezet, tehát senki nem tart attól, hogy ez ugye omára is átterjedhet. Ennek Úgy, lehet az ott... az azok, ok, hogy a háttérben mondjuk az ománi vezetők, a huszi vezetőkkel megbeszélték, hogy omát nem is. Nyilvánvalóan így... több találkozó is volt, Ománban is, Szaudarábiában is, ahol ott voltak, mint huszi vezetők, ott voltak a szultanátusnak a képviselője, de ugyanúgy ott voltak Bin Salman koronaherceg, szaudi uralkodónak és ugye a képviselői, és történtek megállapodások. Nyilvánvalóan ugye a szaudik is, akik ugye olajjal és gázzal kereskednek, ott is már beindult a turizmus. Hatalmas olaj és gázmezőket fedeztek fel megint például Omán partjainál. Tehát ott is nagyon fontos ugye a kereskedelem. Értelemszerűen nem akarják egy háborúval veszélyeztetni, és mindent megtesznek például annak érdekében, hogy a szaud és az ománi hajók, azok ugye szabadon szerhessék a világtengereket, át tudjanak menni a Bábelmandabon, azaz a könnyek kapuján, tovább ugye a szóhezi csatorna fele, tehát ez egy nagyon fontos dolog nekik, mert hogyha abból élsz, hogy te eladod a kőolajadat, eladod a földgáz, tehát tényleg naponta kötnek ki konténer és tankerhajóknak a, a, százai, akkor neked a térségbiztosítása az lételemet, hiszen ebből élsz, és, és az emberek nagyon jól élnek ebből. Megtudtam például, hogyha valaki a rendőrségnél vagy a hadseregnél van, Eleve az, hogy nagyon magas fizetés kapsz, tehát a havi fizetése durván de tanárként is hozzáteszem, ilyen 3 millió forint számítva, ezen felül jár neked szolgálati autó. Plusz, ha nyugdíjba mész, akkor úgy attól függ, mennyit szolgáltál, és milyen rendfokozatban, de ilyen 40 és 60 millió forint közötti összeget kapsz. Tehát amiből ott simán vesz magadnak mondjuk egy szép lakást, vagy egy házat. Tehát nagyon megvannak becsülve az... az kelet a barbár kelet, igen, ezt lehet mondani, és e, iszonyatos, hogy mennyire támogatják a, a, diákokat például. Tehát amellett, hogy ugye hogy ingyenes a tanítás, megkapnak minden e, segítséget, ami az államtól telik. Úgyhogy nagyon szeretik a szultát, nagyon szeretik a jelenlegi kormányt, és hát nyilvánvalóan itt is az a lényeg, hogy, hogy béke legyen, és továbbra is ezt a jó politikát és a jó szomszédsági viszonyt ugye minden öbölbéli országgal, meg Iránnal ápolni tudják. Úgyhogy én azt mondom, hogy jó a tendencia, és ha megnézzük egy kicsit azért, hogy tovább megyünk, megnézzük például ugye Jordániát, Abdalak királyt, megnézzük az észak-afrikai vezetést, azért mindenki az embereket így visszafogottságra, megfontoltságra inti. Tehát nem lehet hallani sehol egy arab államtól sem azt a karcsörgetést, hogy na akkor most támadjunk és legyen háború, hanem éppen ellenkezőleg, tehát mindenki azt mondja, hogy ne legyenek erőszakos tüntetések, építsük a politikát a diplomáciára, a megbeszélésre, a tűzszünetre, az Európai Unió és az Egyesült Államok bevonására, de ne legyen az, hogy ez a háború kiterjed. Hát ugye egyedüli országon most úgy komoly problémák vannak, az Libanon, ott a déli részén, úgy, az Irán által támogatott Hezbollah folyamatosan, per pillanat is, hogy megnéztem még itt a műsor előtt, hogy mik a hírek déli Libanonban, folynak a harcok, és hát ugye egyre több település, mind Izraelben, mind Libanonban ürítenek ki, evakuálják a civil lakosságot, mert egyre hevesebbek a harcok, tehát mindenki attól fél, hogy, hogyha valahol ez eszkalálódhat, akkor az Libanon lesz, és bekövetkezhet az, ami a 80-as években, hogy a libanoni hadsereg ugye létrehoz egy pufferzónát, milyen benyomul több tíz kilométerre is akár Libanonba, és azt mondja, hogy itt fogunk állomásozni egy jó ideig, ugye évekig tartott ez a 80-asokban is, amikor polgárháború dult Libanonban, amikor tényleg síták, szuniták, keresztények, palesztinok, drúzok, mindenki egymásnak esett, és akkor ugye sok milícia lőtte úgy szintén Észak-Izraelt, és akkor volt ez, hogy egy ilyen biztonsági pufferzónát hoztak létre. Ha jól tudom, milyen 10 km mélységben ez most is ugye megtörténhet. Tehát félnek is Libanonban, tehát amikor ott beszélgettem emberekkel még tavaly ősszel, mindenki, főleg ugye az én korosztályom, akik emlékeztek a polgárháborúra, azt mondták, hogy nem szeretnék még egyszer azt, hogy Beirut is úgy nézzen ki, hogy most Gáza kinéz. Úgyhogy bízunk abban, hogy ugye a, 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 kormányok, a működőképes kormányok, sajnos a Libanonban a jelen pillanatban nincs ilyen, azok ugye ráhatnak a különböző politikai erőkre, milíciákra, hogy ne indítsanak támadást Izrael ellen, hogy ne szélesedhessen ki ez a konfliktus. Na menjünk tovább, és beszéljünk egy kicsit Ukrajnáról, hiszen ott is folyamatosan zajlanak az események. Scott Ritter, egykori amerikai hírszerző, aki időnként érdekes elemzéseivel hívja fel magára a figyelmet, most arról beszélt, hogy az USA megnevezte, mely városokat veszíthet el Ukrajna, vagy hát nem az USA, nem Scott Ritter nevezte meg, csak a USA szájába adták már mindezt. Azt mondja, hogy a Ukrajna további négy város köztük Odessa és Harkiv felett Beszítheti el az ellenőrzést, és illetve még Mikolaiv és Jitro Petrov beszél Scott Ritter, azt mondja, hogy ez a négy terület kívül esik a már létező Oroszországhoz tartozó régiókon, és valószínűleg ez is Oroszországhoz fog tartozni. A szakértő véleménye szerint, ha Ukrajna és a kollektív nyugat továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy ne tárgyaljanak, akkor Moszkva katonai erővel fogja teljesíteni minden különleges műveleti feladatát. Ez katasztrófa lesz az ukránok számára, mert már most látszik, hogy veszítettek, mondta. Felmerül a kérdés, hogy milyen állapotban van most az orosz, illetve az ukrán hadsereg, és hogy van-e ereje az orosz hadseregnek akár tényleg további területszerzésekhez, illetve miről fog szólni a 2024-es esztendő. Hát nyilvánvalóan arról is azért már lehetett hallani, hogy ők egy kicsit így a finom hangolását a Kremlnek figyeli. Egyre többször megemlítik azt ugye, hogy Odessa is igazából egy orosz város, ott nagyrészt oroszok élnek. És ugye a polgármester is egyszerűen mondta, hogy ő nem akarja, hogy a város lerombolják, inkább átadja az oroszoknak, hogyha odaér a front. Nem tudom, még polgármester egyáltalán utána kéne néznem, vagy valahol már sejnyved az jelenszky rezsimnek a börtönében. De lényeg az, hogy nagyon rossz állapotban van az ukrán hadsereg, nagyon rossz a morál. Most úgy, hogy kiderült, hogy a magasrangú katonatisztek, a minisztérium és egy ukrán, a, mi is a neve, azt hiszem, Levő Armory, vagy valami ilyen, ilyen neve van a cégnek, egy fegyvergyártó cég, egy 40 millió dolláros sikasztást hajtott végre. Úgyhogy most folyik a nyomozás, folynak a letartóztatások, öt ember van egyelőre a hatóságok látókörében, úgyhogy amikor az átlag katona, aki ezt hallja, ugye, aki mondjuk elvesztette az egyik végtagját, vagy súlyosan sérült, elvesztette a barátait, vagy mit szólnak a családok otthon, amikor azt tapasztalják, ugye, hogy az ő gyereke 20 évesen mondjuk a fronton van állandó életveszélybe, és közben itt emberek tömik a zsebüket, tehát attól függetlenül, hogy mit mond Brüsszel, mit mond Ursula von der Leyen, hogy mindig az egekig magasztalja ugye az Zelenszky rezsimet, igazából látjuk, a korrupció az ugyanúgy megvan, mint eddig. Tehát most már Németország is keres rengeteg kézi fegyvert, ami 30 ezer fegyvert tűnt el nyomtalanul, tehát beérkeztek az országba, de nem érkeztek meg katonai depókba, és nem lettek tovább szállítva a frontra. Úgyhogy elég sok kérdés föl lehet tenni Ukrajnának, nyilvánvalóan, aki sok kérdést tesz fel, sok választ is kap, hogy ebből mennyi az igaz, azt nem tudjuk. De de lényeg az, hogy ma reggel is ugye bejelentett az orosz védelmi minisztérium, hogy a csapatok Donetsz környékén jó, jó ütemben haladnak előre, tehát egyre jobb pozíciókat vesznek föl, szorítják vissza az ukrán katonákat, azok visszavonulóban vannak, és valóban tehát elképzelhető, hogy Harkov orosz nevén, vagy ukrán nevén Harkiv, egy szintén másfél milliós nagyváros, ami el lehet képzelni, hogy szintén majd az Orosz Föderáció része lesz, bár hogyha most Kharkov közelebb van, ugye, mint Ogyessa, csak szerintem Ogyessa azért lenne fontos, mert ugye nyernének egy hatalmas kikötőt, sokkal jobban elvágnák a jövőben az ukránokat a tengertől, tehát egy nagyon komoly csapás lenne az ukrán gazdaságra, meg az ukrajna jövőjére nézve is, hogyha ö, még több tengerpartot veszítenének. És ugye a Krimfél-sziget mellett most már Mariupolt elvesztették, tehát hogy ezt a lenne az a következő neuralgikus pont ugye a tengeri teherszállításban, amelyet, hogyha az Orosz Federáció elfoglal, akkor azzal szinte egy végzetes csapást mérnének az ukrán-tengeri kereskedelemre. Harkov pedig hát szintén ugye jelzésértékű lenne, hogy egy másfél milliós nagyvárost elfoglalni, de szerintem azt ö, már Zelenszky nem élné túl, tehát most politikai értelemben értem, mert a nyugat is ugye most már egyre többször felteszi a kérdést, hogy oké, okay, támogatunk, de meddig, még hány évig fog ez a háború húzódni, és ö, Scholz is bejelentette, azt hiszem vagy csütörtökön, vagy pénteken nem akarok butaságot mondani, hogy egyedül már ő nem tud, tehát nem ő, hanem a német kormány nem tud már annyi pénzt minden hónapban belefetszölni Ukrajnába. Ugye tudjuk, hogy minden hónapban 500 millió, azaz fél milliárd eurót küldenek Ukrajnának, hogy a fizetéseket meg a nyugdíjakat abból fizessék, és mondjuk, hogy Németországban is fészesen ürül a kassa, egyre nagyobb a költségvetési hiány, ugye voltak is tüntetések, most megint tüntetni fognak a, a vasutasok, mert még mindig nem kapták meg a, a kérbéremelést. Úgyhogy Németországban nagyon komoly politikai problémák vannak a szociáldemokratáknak a, a, a választói támogatottság úgy néz ki, hogy már 5% alá csökkent. Tehát nagyon-nagyon Inok a széke. Tehát vagy új kancellár lesz, vagy akár új választások is. Például Friedrich Merz, a CDU-nak az elnöke, nagyon szeretné elérni, hogy új választások legyenek, mert nyilvánvalóan ugye az ostoba zöld politika, Ukrajna támogatása, tehát mind a két párt, tehát a zöld párt és a szociáldemokrata párt, az SPD nagyon buktak az emberek szemébe. Ugye a legtöbb ember, ha nem is politizál a saját pénztárcáján, meg a rezsiszámlán látja, hogy egy kormány jól politizál, vagy rosszul politizál és főleg akik kiskeresettel rendelkeznek, vagy kisnyugdíal vagy munkanélküliek, hát azok nagyon megérzik ezt a rossz politizálást, meg az állandó kapkodást a fűtésrendszerrel, a dízzel, az elektromos autókkal. Úgyhogy az embereknek kezd elegük lenni, és nyilvánvalóan egy CDU, CSU többségű kormány kerülne e, hatalomra, hogy tudnának-e egyedül, vagy megint össze kellene állni a zöldekkel, mert azért sok fiatal még elhiszi ezt a borsitet, amikor a zöldek itt ontanak napi szinten magukba az elektromos autókra, meg egyebekre, mint hogyha a villany, tehát az elektromos áram az a konnektorból csak úgy jönne, hogy ez Tesla is elképzelt, hogy van az a örök és mindig megújuló energia, minden tiszteletem Nikola Tesla -é, de azért legtöbbször még mindig erőművekből állítják elő, és Németországban jelen pillanatban barna kőszénből, lignitből, tehát a legkisebb kalóriértékkel rendelkező fűtőanyagból, nem tudom, vásárol nekem még, mert a lengyeleknek is ugye egyre jobban kell a saját energia, mert az oroszoktól nem vesznek már kőszenet, de fekete kőszénből állítottak elő áramot a lengyelek, amit a németek megvettek, ugye, hogy Fritz Papa otthon feltöltse az elektromos játékautóját. Úgyhogy vannak gondok, és, és Solz joggal mondta, hogy most már azért itt a többi nyugati országnak, Franciaországtól kezdve, Belgium, mindenkinek be kellene szállni az Ukrajna projektbe, mert egyszerűen anyagilag már nem bírják, és a, a választók részéről is ugye egyre többen mondják, hogy mi az, hogy itt csak Ukrajnáról van szó, Ukrajna így, Ukrajna ennyit kap, Ukrajna annyit kap, nekünk nem emelik a béreinket, nincs egy kompenzáció az inflációhoz képest, és hát jogos, hogy akkor emberek, akik keményen dolgoznak és adót fizetnek, azt szeretnék, hogy a befizetett adócentjéket Németországra, Németország fejlődésére meg rájuk fordítsák, nem pedig, hogy adják egy olyan háborúban, amire joggal mondják a németek, hogy nekünk mi közünk az orosz és az ukránok háborújához, mert hogy semmi az egészen biztos és teljesen igazuk is van. Ugyanezt mondják az amerikaiak is, ugye, ők is már várják, hogy legyenek végre választások, Trump nyerje meg, nagyon afele haladunk, legyen vége ennek az egész ukrajna őrületnek, mert az emberek belefáradtak, és, és elegük van abból, hogy Zelenszki ott folyamatosan jön kalapozni, hogy vadászgép kell, kell még több fegyver kell, még több ember hal meg akkor a fronton. Tehát Komolyan, még nem is látom ilyen háborút, ahol egyféle nyire elzárkozik a tárgyalásoktól, hogy ezt még törvénybe is itt tartja, hogy az ellenséggel nem szabad tárgyalni. Ha megnézzük a vietnámi háborút, megnézzük a koreai háborút, vagy iszonyunk a második meg, hogy Izrael és a Hamas gondolom szintén kevésbé szereti egymást, sőt, de azért közvetítők segítségével folyamatosan zajlanak a tárgyalások. Most Másuk is Washington is. és Katár közvetítésével jó is, hogy szóba hoztatom, mert majdnem kiment a fejemből. Van megint egy, egy halvány kis remény, hogy a Hamas hajlandó túlszokat elengedni humanitárius fegyverszünetért cserébe, hogyha beengedhetnek gyógyszer és élelmiszer szállítmányt, valamint dízelt a kórházak generátoraiba, akkor hajlandó ismét nagyobb számban túlszokat elengedni. Tehát ez, 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 mondjuk a napnak a jó híre, bár még nagyon-nagyon halvány, tehát mondták Washington ma, hogy még ne ürüljön azért senki, de folynak a tárgyalások, van némi remény, tehát a Hamas már hajlandóságot mutatott. Most a labda az izraelieknél van, hogy mit választanak, mit válaszolnak. Ugye tudjuk azért, Netanyahu nagyon kemény, tehát rendkívül kemény kézzel kezeli ezt a konfliktust. Úgyhogy az ő döntése. Mert a túszok elengedése az ő érdeke is talán nem. Tehát én azt... Nem tudom, én néha úgy vagyok már, hogy szerintem ő leírta a túszokat. Szóval az ő szemébe lehet, hogy már collateral damage. De viszont napi szinten mennek a tüntetők, tehát hogy né figyelemmel kísérem az izraeli híreket, minden nap mennek ki emberek a szeretteik, barátaik, családtagjaik fotójával, hogy bring them home, hozzátok haza őket, teljesen jogosan, ha nekem valamelyik családtagom túsz lenne, én is ugyanúgy ott lennék, és Képletesen mondva ütném a politikusok fejét a molinommal, hogy most pedig hozzátok már haza az én páromat, vagy gyerekemet, vagy bárkit. Tehát jogos, de én úgy látom, hogy, hogy ugye Netanyahu azért miniszterelnökként nagyjából itt teljhatalommal rendelkezik, és szerintem ő már a túszokat leírta, de én bízom benne azért a politikai nyomás lesz akkora, hogy hajlandó lesz ő is egy tűzszünetre. De azt hiszem, hogy két síkon futnak az események. Van a katonai sík, és hogyha most mindenféle érzelmet félreteszünk, akkor a katonai síkon valóban a túszok azok mindig megnehezítik a helyzetet. De ez és, pontosan. És van a, ezért is egyet, őket. Amit én például Izraelben tapasztaltam az elmúlt hetekben, hogy akkora mély fájdalmat jelent a, a túszok. Egyébként a likudusoknak is, tehát akik én likud szavazókkal találkoztam, uh -huh. nem likud politikusokkal, meg a társadalomnak, hogy beszélsz velük erről a témáról, és pontán elkezdenek sírni. Tehát, hogy a maga a túszok, az, hogy még fogságban vannak emberek, az szinte jobban megviseli a társadalmat, nagyon érdekes volt látni, mint az, ami október 7-én mészárlás szintjén történt, mert az már elmúlt, de hogy a túszok, azok meg még mindig vannak, az jelen időben van náluk, és hogy ez egy akkora feloldhatatlan dilemma, Ez és, nagyon és egyébként én azt látom, hogy ugye mondtad, hogy teljhatalommal rendelkezik Netanyahu, de hogy pont, hogy akkor a nyomás jön rá, ugye a politikai szövetségesek, nem szövetségesek, és a társadalom irányából is, hogy, hogy hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebben a helyzetben ő, ő egyébként így mit fog tenni. Meglátjuk, tehát egyértelmű, hogy itt Izrael biztonsága ugye az a primér cél. Tehát azt kell elérni, hogy a Hamas és az iszlám dzsihad, mint fenyegetés megszűnjön véglegesen, fizikailag el kell pusztítani őket. És ugye ilyenkor egy politikus érvelhet azzal, hogy több millió izraeli ember eh, békéje, biztonsága, a jövőjének a biztosítása fontosabb, mint mondjuk nem tudom, 80 ember élete, akik még nem tudom hányan lehetnek még életben, ugye sajnálatos módon többen meghaltak ugye a légicsapásokban a túszok közül. Tehát ezzel lehet igazából érvelni. Tehát itt arra gondolok csak, amikor volt az a fiatal 19 éves katona, akit elkapott egyszer a Hamas és elhúzolt a Gázában, ha jól emlékszem, 5 évig volt fogságban. Tehát ott az alatt az 5 évben is, hogy mennyire valóban megviselte az izraeli embereket, is, és, és napi szinten téma volt neki a sorsa. Tehát nem az, hogy ja, hogy két hét múlva úgyis annyi dolog történik, hogy elfelejtjük. Nem, abszolút nem. És amikor tényleg megtörtént a, a, a túlcsere, hogy akkor, akkor, milyen boldogság volt. Tehát valóban ez egy nagyon-nagyon érzékeny És egyébként témány, még ugye a halottak esetében is, hogy ugye a judaizmusban egy ilyen nagyon fontos szempont, hogy Bizony. addig nem nyer uh, nyugalmat a lelke, amíg a teste nincs normálisan eltemetve, vagy nincs uh, hazahozva. Szóval, mert ugye mondhatják azt, hogy lehet, hogy a túszok közül valaki már nem is él, de hogy még ugye ez, ez, ez a történet sincs lezárva még ebben az esetben. Bizony, bizony, a libanoni háborúban is volt, hogy ott is túlcsere volt, úgyhogy ősi halált halt izraeli katonákért cserébe elengedtek hadifoglyokat, úgyhogy ők hazatérhettek, és méltósággal el tudták temetni őket valóban a judaizmus törvényei szerint. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, de azért bízunk benne, hogy a legtöbben élve fognak visszajutni, tehát ez a legfőbb cél, hogy... Egyébként, hogy hol lehetnek? Én el tudom képzelni, hogy még mindig a rendszerekben, ugye ezek nagyon hosszúak, tehát egy része fel lett derítve, egy része be lett robbantva. Nem tudni, hogy ezek nem enyúlnak át esetleg valahol Egyiptomba is. Lehet, hogy már nincsenek is a gázai övezetben, hanem majd egy túlcserére visszaviszik őket. Tehát itt, itt, nagyon sok nyitott kérdés van. Én el tudom képzelni, hogy ezekből a régi csempész alagutakból, amik Egyiptom fele mentek át ott a Rafa környékén, azokból még lehet, amiket nem derített fel a hadsereg, és nem sikerült őket megsemmisíteni. Tehát Mondom, itt több opció van, vagy pedig ugye folyamatosan a harcok kimenetelétől és a bombázástól függően ugye változtatják a helyüket. Hadsereg talált egy-két olyan ideiglenes szállás helyet, ahol lehetett látni, hogy egy-két napig tartózkodtak túlszak, utána tovább vitték őket, ezt nyilván az ott maradó konzervek, élelmiszermaradékok, egyéb jelegből meg tudják ítélni, hogy mennyi ideig lehettek ott az emberek, és utána vitték tovább őket ezen az alagút rendszeren, Úgyhogy, de most már ez is veszélyes, ugye, mert a levegőellátás, áramellátás ezekbe a, a, a alagútrendszerekbe is ugye egyre kevésbé létezik, mert ugye megsemmisül az energetikai infrastruktúra, és itt nyilván nincs áram, akkor nem tudják működtetni a levegőztető rendszereket, és ilyen 20 és 50 méter mélyen leve alagutakban ez pedig létfontosságú, mert különben elfogy az oxigén, és ugye a túlélés az, az szinte zéró hosszú távon. Úgyhogy mondom, lehet, hogy majd a túszok azt már, hát ha tudni fogják, hogy hova vitték őket, de el tudom képzelni, hogy akár ideiglenesen egy egyiptomi buvó és akkor onnan majd visszahozzák, de mondom, ez csak az én teóriám, tehát én is agyalok nagyon sokat rajta, hogy ilyen komoly, heves harci körülmények között hol lehet még ilyen nagy számú túszt ugye biztonságba elrejteni, hogy sem a légi, sem a tüzérségi csapások ne tegyenek kár bennük. Meg ami még bennem felmerült, hogy hogyan lehetett ezt az alagút rendszert megépíteni? Én értem, hogy a föld alatt van, de hát azért Izraelnek, hát ugye ezt sokszor elmondjuk, hogy elég jó volt a titkos szolgálata, szóval hogy, hogy nem vették észre azt, hogy egy ennyire kiterjedt hálózat épül a föld alatt? Nyilvánvalóan sokat elfettek azzal, hogy ugye Európai Uniós segélyek is érkeztek, tehát pénzek, érkeztek ugye csövek, amikből állítólag vízvezeték lett volna, de rakéták lettek. Tehát nyilván, amikor bejelentettek egy projektet, hogy felújítjuk a vízvezetékrendszert, felújítjuk a csatorna rendszert, ezt ki is táblázták. Tehát én úgy csinálnám, hogy láthatóan óriási munkákba vagyok, és kírom a német kormány segítségével, itt 10 km új csatorna rendszert építünk, és hurrá, meg új vízvezetékek mindenki friss, tiszta vízhez jut itt ebbe a kerületbe, nem tudom, Kányolizban. És Közben megépítem, mondjuk építek nyilván csatorna rendszert is, ma azért feltűnne, az nem épülne, de alatta pedig szépen építek egy alagút rendszert. Tehát én, hogy ezt így teljesen titokban, nyilván egy részét teljesen titokban csinálták, de az itt olyan mérvű földmunkákról van szó. Itt annyi százezer köbméter földet kellett megmozgatni és valahova elszállítani, hogy azért nem építhettek ott egy bazinagy hegyet valahova, hogy ez itt most a, nem tudom, gázai Himalája. és. 2000 méter magas lett, mert az úgy föltűnt volna, tehát ezt a földet valahogy kellett mozgatni, kellett egy olyan projekt, ami azt, hogy oda munkagépek mennek, exkavátorok mennek, fúrópajzsok mennek, valahogy jogosultál, tegye, és hát Nyilvánvalóan ugye a német kormány is, amikor küldte oda milliókat, meg küldte az eszközöket, abból indult ki, hogy ott az infrastruktúrát építik, és amúgy Gázának néhány része egész jól nézett ki, tehát képített szállodák voltak, üzletek voltak, meg minden, tehát volt azért ott is egy olyan kirakat rész, amire után azt lehetett mondani, hogy Európai Uniós pénzekből épült. Tehát ez megvolt, és mondom, ezzel valószínűleg elfették a munkálatok nagy részét, na mert egy fúró is ugye lent van, azt nem muszáj felhozni, hanem ottan titokba, és hát tényleg vannak alagútak, amit a katonák mondták, hogy 50 méter mélységben vannak. Tehát az már nagyon-nagyon mély. És hogy a titkos szolgálat hogy nem jött rá, igen, ez egy jó kérdés, de ugye tudjuk, hogy a Hamas, ha valakire csak rávetült az árnyéka, hogy Spitzli és az izraeliekkel, vagy bármelyik más titkos szolgálata együtt dolgozik, azt az embert már a gyanú alapján kivégezték. Tehát úgy meg volt félelmetítve ott a lakosság is, hogy senki nem mert, még ha valamit sejtett is volna, ugye szólni az izraeli hatóságoknak, mert tudta, hogy akkor az ő és a család élete veszélybe kerül. És el tudom képzelni, hogy itt a munkálatot a hamasnak azok a tagjai végezték, akikbe száz százalékig megbíztak, akik a mond, úgymond pártkatonák voltak ott a Hamason belül és tudták, hogy nem fognak szivárogtatni, mert azért tényleg egy ilyen mérvű bunkerrendszert, ahol fegyvergyárak vannak, rakétákat készítenek, tüzérséglövedékeket gyártanak. Tehát ezt így elfedni, tehát azt mondom, hogy ilyen még nem is volt a történelemben, tehát ez egy masterpiece igazából, amit a Hamas létrehozott, és hogy egy titkos szolgálat sem mondjuk a CIA és a német BND vagy MI6, hogy senki nem tudott róla. Tehát mondom, ez, ez valahol félelmetes. Hát igen. Na, hallgatói kérdésre folytatnánk, így szól tisztert, Georg és Tamás. Az én kérdésem a következő lenne. Putyinnak mi lenne a jobb forgatókönyv az amerikai elnök választásokon? Ha Trump nyer egy erősebb külpolitikával találkozhat, viszont olyan kormányzatta, ha az előző Trump vezetésből indulunk ki, amelyik a békére törekszik a világon, és nem próbál világurait játszani. Vagy ha marad a Biden adminisztráció, amely kormányzása alatt gyakorlatilag majdnem kitört a harmadik világháború, és lassan a harmadik nagyobb háborúja a és egyre többen fordulnak el Amerikától, ami Putyin hasznára lehet. Vagy teljesen rosszul látom a dolgokat? Köszönettel, Tamás Londonból. Hát kedves Tamás Londonban, igazából meg is válaszoltad a feltett kérdést, mert valóban az lenne a jó, hogyha Trump nyerne, hiszen ő ugye tudjuk ápol olyan baráti kapcsolatokat Putyinnal, hogy ezt a háborút valóban nagyon hamar meg tudná állítani és nyilvánvalóan itt Ukrajna sorsa az Egyesült Államok kezében van, és ha azt mondja majd Donald Trump Zelenszkinek, vagy aki akkor hatalmon lesz, hogy figyelj, Jocsi, most leültök és tárgyaltok, mert tőlünk egy lőszert, egy, egy buznyákot, semmit nem kaptok többet, tehát itt a vége, akkor nyilvánvalóan a kievi rezsimként nem lesz tárgyalóasztalhoz ülni és benyelni a békát, és hát ez a béka ugye elég nagy lesz, mert egy hatalmas terület, amit Dombasznak hívnak, Úgyhogy ö, szerintem ez a legjobb forgatókönyv, ezzel véget lehetne vetni, ugye, még egy több éves háborúnak, hogy emberek százezrei hajjanak meg, emberek milliói meneküljenek el, ugye folyamatos napi szinten azért több tízezren hagyják el még mindig Ukrajnát. Tehát ez is mutatja, hogy mekkora az a támogatása már Ukrajnában, hogy szinte éves szinten ugye még mindig milliók hagyják el az országot. Úgyhogy bízzunk ebben, hogy Trump győzni fog, és véget ér a háború. Tehát ez, ez, ez a leges legjobb forgatókönyv. Egyébként érdekes, hogy Boris Johnsonnal volt egy interjú a napokban, és ő azt mondta, hogy hát ő egyáltalán nem biztos abban, hogy Trump az kedvezne Putyinnak, mert hogy Trump nem hagyná, hogy háború legyen, és egyébként is kiállna Ukrajna mellett, mert egy megtámadott ország mellett ki kell állni. Igaz hozzátette, hogy ha felmérné, hogy mit szeretne Putyin, akkor nagy valószínűséggel azért próbálna közvetíteni a felek között, de érdekes volt Boris Johnson nézőpontja, hogy az őr, ő ilyen, a, a Putin Imáma lehet Trump és hasonlókat mondott. Hát nem tudom, Boris Johnson rángatta bele Ukrajnát ebbe a háborúba igazából. Tehát ugye London volt az, aki mondta, hogy majd mi adunk fegyvereket, adunk mindent, harcoljatok, veletek vagyunk. Tehát az ukránok valószínűleg már rég kiegyeztek volna a háború után, három hét után már azt mondták volna, hogy oké, okay, akkor most mit kértek, vigyétek, és legyen béke. Tehát uh, igazából én nem tudom, a brit politika, brit politikának köszönhető igazából a szíriai polgárháború is, ők voltak az elsők, akik ott megjelentek, ugye brit speciális alakulatok elkezdték felkészíteni, adta a Free Syrian army t meg jó Isten tudja hány különböző szabad csapatot, úgyhogy hát a brit politikától is, ugye az indiaiak ennek a legjobb megmondói szerintem mentse meg minket a jó Isten, Úgyhogy én bízom abban, hogy az az elnök, aki Donald Trumpnak hívnak, az egyetlen, aki a elnökség alatt nem kezdett el egyetlen háborút sem. Nem voltak nagyobb válságok a világban, nem avatkozott bele semmibe, nem támadott meg egyetlen országot sem, hanem mondjuk cégeket hazahozott Kínából, hogy amerikai emberek dolgozzanak, fizessenek adót, legyen munkájuk, tehát én, én nem tudok róla rosszat mondani, csak ugye a Lipsiknek pont ez nem tetszett. Tehát nem tetszett, hogy valaki hazafi, nem tetszett, hogy valaki nem háborúzik, nyilvánvalóan a fegyver sem tetszett, hogy nem támadott meg rögtön három országot, miután beiktatták, hogy tudják, hogy a fegyvereket gyártani állami megrendelése. Most viszont meg mindenki boldog igazából bár mondjuk ez a boldogság meddig fog tartani, hogy a fegyvergyáraknak nyilván addig, ameddig Biden az elnök. Bidennek ugye érdeke lenne a fiának nézni az üzleti érdekeit a Donbassban, ugye energetikai szektor, palagáz, hogy ott Amerika jelen legyen, ugyanúgy az ukrán termőföldek, hogy Amerika jelen legyen, jó, ott jelen is lesz, mert azért az ukránok már igazából elkutya az egész országukat, tehát egy ilyen korrupt államtól ez nem is újság, hogy eladták a termőföldeket, a bányákat, mindent igazából, amiük van. Tehát ez tipikusan olyan, amit gyógysányék csináltak, ugye kell a pénz, adjunk el mindent, tehát ez jó beves a liberális kormányoknak. Ezt csinálja igazából Zelenszki is. Az Európai Unió tapsol hozzá, csak hát a, a vége az elég csúnya lesz ennek, mert ott lesz egy ország emberek nélkül, lerombolva, kifosztva, területei elvesztek, mennyivel jobb lett volna pár hét után kiegyezni, mielőtt a harcok így eldurvulnak. A dombasz így is úgy is elment, a krím így is úgy is elment, életbe soha nem fogják visszakapni, tehát majd ha piros hó esik, de még akkor sem, mert az eshet néha, tudjuk, ugye bizonyos baktériumok. De lényeg az, hogy, hogy ez a hajó már elment, tehát itt a tárgyalásokban Oroszország fog most már diktálni, és el tudom képzelni, hogy Oroszország a végén fog belehúzni. Van egy jó német mondás, hogy a kacsák a fenekükön híznak, tehát hogy a végét kell nézni a dolgoknak, ha a vége jó, minden jó, tehát folytathatnám még itt közhelye kell-e. Lényeg az eltűnt utolsó pillanatban belehúznak, elfoglalnak még területeket, és akkor még komolyabb tárgyalási alap lesz. Lehet, hogy elmegy majd Hárkov, elmegy Ogyessa, Nyitno és akkor jaj, hát ó, akkor most mi történt? Hát az, hogy ezeket is elfoglaltuk, és ezeket se már vissza. Úgyhogy csak ez a forgatókönyv, tehát itt most már nem tudom, tényleg egy isteni csodára lenne az ukránoknak szükség, hogy valamit alkotni tussan, tudjanak, de nem. Tehát most például a német sajtóban is ma egy szakértő, hogy, hogy nem lesz még egy lehetőség az ukránoknak egy ellentámadásra. Az elpuffant, nem sikerült, ennyi volt. Tehát még egyszerűk ennyi reszort, ennyi embert, ennyi fegyvert nem tudnak belefektetni, hiszen fogynak a katonáik vé vészesen, nincs már lőszerük szinte, tehát ezért most már a maradék drónjaikat használják, mert teljesen kifogytak a, a tüzérségi lőszerekből, meg kazettás bombákat vetnek be. Mondom, itt a vég az, az közel, csak ugye attól függ, hogy ez milyen lesz, hogy még valamelyest elfogadható, vagy, vagy még nagyobb károk lesznek. Tehát Ukrajna ezt a háborút így vagy úgy nagyon megszívta. De hát maguknak köszönheti meg ugye a nyugati ígéreteknek, hogy győzni fogtok, és mindent visszafoglaltok, és a krím újra ukrál lesz. Hát nem lesz. De képtelenek belátni. Tehát én nem tudom, tehát ugye nem is tudom, ki mondta, talán Einstein, hogy az őrületnek az az egyik jele, hogy mindig ugyanazt csinálod, és mindig más eredményt vársz. Tehát mehetünk még, még fokozhatjuk meg, meg megölheti még a, a férfi lakosságnak a fennmaradó részét, de abból se lesz már más eredmény. Tehát jártam a fronton, láttam az oroszok elhivatottságát, láttam, hogy milyen hídfőállásokat építettek ki, tehát azt áttörni nem lehet. Tehát konvencionális fegyverekkel nem lehet. Tudom, hogy Van Zelenszky annyira őrült, ha lenne nukleáris fegyvere, már bevetette volna, ezzel tisztában van mindenki, szerencsére nincs neki. Úgyhogy nem tudom, azért az oroszokat soha senki nem győzte le még a világtörténelemben, és ez most sem fog megtörténni. Látjuk, ott volt a jól felszerelt német Wehrmacht, ugye elindult náci Németország minden évvel, ami volt, bele, bele, tört a bicskájuk, hát bele fog most nem csak Ukrajnának, hanem igazából komplet NATO harcol Oroszország ellen, és nem jött össze. Tehát el kell ismerni, tehát ez, ez olyan, hogy mint a boxolsz, ugye kapsz egy pár nagyon komoly ütést, elesel, párszor még fölállsz, de már támolyogsz, már rosszul látsz, kapsz még egy párat előbb-utóbb a földön marad, vagy pedig még mielőtt, ugye, komoly károkat szenved az egészséged, akkor azt mondod, hogy oké, okay, akkor feladom, és ezt a meccset elbuktam. De hát, ugye, nem tudom, Zelenszkijék miért nem teszik, de minden normális emberi érzés, gondolat azt sugalná, hogy kezdjünk el tárgyalni, mert ezt, ezt már nem lehet visszafordítani. De mondom, ez Vikeos Petlev véleménye, tehát nem sokan hallgatnak rám a világmás politikusai közül. Hát aztán majd meglátjuk, hát holnap megjönnek a különböző felszólítások, hogy mi hallgatjuk, mi hallgatunk. Igen. Kérjük a követségeket, hogy kommenteljenek, üzenjenek. Ez volt a mai műsor, Georges köszönjük szépen. Köszönjük, hogy veletek lehettem. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, mindenkinek szép hétvégét kívánunk, még itt a vasárnap további részére, és nagyon sikeres hetet holnaptól. Viszontlátásra, viszont